Sziasztok, Kis Tamás vagyok, Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének harsona tanárszakos hallgatója. Erasmus program a keretein belül, Olaszországban, azon belül Báriban töltöttem a szakmai gyakorlatomat. Kicsit részletesebben egy írásomban foglalkoztam ezzel, amiben kitérek utazásra, szállásra, időjárásra, az egyetemi életre és persze a koronavírus okozta problémákra. A szakdolgozatomat a zenei teljesítményszorongás és a lámpaláz témájában írtam. Az a tanár, akihez kiutaztam, az kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, és a tanításában és a tanítási módszereiben is nagyon jól alkalmazza ennek az oldását, szóval a teljesítményszorongást és a lámpaláz oldását, és ezért is választottam Bárit, azon belül pedig ezt a professzort, hogy nála szeretnék tanulni, ezzel kiegészítve a szakmai gyakorlatomat a szakdolgozatom megírásával. A következő kérdés, amit nagyon sokszor feltettek nekem, hogy ott kint mi volt az első intőjele a koronavírus megjelenésének? Mikor volt az a pont, amikor megéreztük azt, hogy ez egy komoly dolog? Mi Dél-Olaszországban voltunk, Báriban. Azok a tanárok, akik Olaszország északi részén laktak és délen dolgoztak Báriban, ők már nem jöttek dolgozni, mivel lezárták az északi régiót, ugye először azt zárták le. Ekkor nagyon sokan délre is menekültek, hozzánk minden egy nappal később, körülbelül egy-két nappal később érkezett meg minden intézkedés, kivéve az iskoláknak a bezárás, amire az egyszerre történt az egész országban. Így az ránk is vonatkozott. Nagyon szigorúak voltak ott a korlátozások, mivel az olaszok híresek arról, hogy nagyon lazán vesznek mindent. Az online oktatás viszont nagyon gyorsan kialakult, nagyon, nagyon jól megoldották ezt különböző online platformokon, ugyanúgy, ahogy itt is. Ott talán a maszk használat volt az első, amit bevezették, és ezt kötelezővé is tették, míg az utcán is kötelező volt maszkot hordani. Nagyon szigorúan ellenőrizték azt, hogy ki megy az utcára. Nekem külön engedélyt kellett kérnem, mint hogy a többi lakosnak is. A városvezetés állította ki ezt az igazolást, hogy elhagyhatom a lakóhelyemet, meg kellett jelölni a legközelebbi kisboltot, a bankot, gyógyszertárat, mindig a legközelebbi boltban mehettünk csak. Aki ennek nem tett eleget, vagy ellófrált, kiment a parkokba, azt nagyon komoly pénzbüntetéssel, vagy akár börtönbüntetéssel is sújthatták. Ezért nem volt érdemes nekünk sem kint lófrálni, sem a parkokban, sem átmenni más hallgatókhoz, ahogy korábban akár bulizás, vagy bármilyen célból tettük. Ami talán nagyon érdekes volt, amit én tapasztaltam, hogy a rendőrség drónokat vetett be, és azzal figyelte azokat a térségeket, amik általában csoportosulásokra alkalmas, és hogyha látták, hogy ezeken a területeken emberek csoportosulnak, a drónok észrevették, és akkor a rendőröket egyből oda küldték. Aztán volt börtönlázadás is, nagyon sok minden történt, de erre nem akarok részletesebben kitérni. A tanítás része engem is meglepett, hogy milyen jól sikerült megoldaniuk. Egyetemi szintű oktatásnál, ami nem gyakorlati tárgy, azt nagyon könnyű leadni. De a zenei része, a hangszeres, a zenekaros, a kamarazenekarok, bármilyen oktatás, ezek mind gyakorlati tárgyak, így kicsit komplikáltabb volt ennek a megoldása. Különböző videómagosztókon keresztül ezt is nagyon könnyen sikerült orvosolni. Úgyhogy a gyakorlat során én és a tanárom is tudtunk órákat tartani, akár Skype-on, akár Facebookon keresztül a hallgatóknak. Maga az egyetem is biztosított eszközöket, hogy ez görülékenyebben menjen. Nagyon fontosnak tartom azt ebből az esetből tanulva, hogy bárki bármikor megy külföldre Erasmusos hallgatóként, nagyon fontos, hogy vegyük fel a kapcsolatot a konzulátussal, a helyi konzulokkal, hogy tudjanak rólunk, mivel a legnagyobb segítségem ez volt. Regisztráltam konzuli védelemre, tudtak rólam, hogy én ott kint tartózkodom. Az, hogy hogyan jutottam haza, ez egy nagyon érdekes dolog, mert minden légitársaság az utolsó pillanatig halogatta a jegyek meg a járatok törlését. Én az utolsó pillanatig hittem benne, hogy még éppen megúszom, vagy pont vége lesz ennek az egésznek, és pont haza tudok jutni, de ez nem így történt nyilván. A konzulátus segítségével bérautót kellett kibérelnem,
el kellett mennem Báriból Rómába, ott szépen kibéreltem az autót, és haza kellett vezetnem Budapestig. Ez egy egész kalandos út volt, mire körülbelül 2 éve rendelkezem jogosítvánnyal, és ez alatt az út alatt talán többet vezettem, mint az elmúlt 2 évben összesen, de egyszerűen nem volt más választásom. Amik buszok mentek, azok általában Észak-Olaszországból mentek, és oda délről nagyon nehezen tudtam volna eljutni hangszerrel, bőröndel, mindennel együtt. Nem volt más választásom, ezt az utat kellett bejárnom. Alapvetően maga a város nagyon-nagyon gyönyörű volt. Amit a legjobban szerettem, talán az az olaszoknak ez a mentalitása, a bulizás, a folyamatos társasági élet, és az, hogy nagyon sokat siestáztak. Szóval ez érződött is. Kicsit furcsáltam, mert az én ritmusom az pont az ellenkezője volt. Amikor ők azt mondták, hogy kávéidő, én akkor voltam a legjobban benne a gyakorlásban, és ez hát kellett állni egy kicsit, hogy a boltok délután 2-kor, 3-kor bezárnak, és 4-5 órakor nyitnak ki újra, viszont nagyon sokáig nyitva is vannak. Szerencsére engem koronavírus járvány nem vetett vissza a tanulmányaimban és a szakmai gyakorlatban, mivel egy nagyon kedves professzor, tanár megengedte, hogy abba a háztömbbe költözzek át az albérletből, ahol ők laktak, így kialakult egy olyan napi rutin, minden nap gyakoroltunk, közösen tudtunk enni, ebédelni, közös volt a siesta idő, ugyanúgy együtt tudtok tartani az órákat az egyetem többi hallgatójának is. Már az első napon beültettek a szimfonikus zenekarba, úgy, hogy egy héttel a koncert előtt volt 3 próba, és azt mondták, hogy nyugodtan üljek be, és próbáljak velük, és fantasztikus koncert volt. Már az elején mindenben segítettek, bármikor kértem, nagyon sok újdonságot tanultam, nagyon érdemes Erasmus programmal kipróbálni magunkat külföldön, mert a kapcsolatépítés szempontjából és a tudás megszerzésének szempontjából ez egy olyan lehetőség, amit máshol nem kap meg az ember, tanulóként főleg. Mindenkinek nagyon ajánlom, aki teheti, az menjen ki tanulni, nem feltétlenül zenészek, bárki, mert nekem is egy olyan jó kapcsolat alakult ki ez alatt az időszak alatt, hogy bármikor szívesen várnak vissza, és ezt nem tudja pótolni semmi más. Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, amíg teheti, és amíg az egyetem ebben támogatására van. Sziasztok!